Sziasztok! Szeretettel köszöntelek ma is benneteket. Tovább folytassuk ezt a teremtő energiát, ami bennünk van, és még mindig a fizikai síkon, hogy hogyan fogunk ebből kijönni. Ugye a teremtő erőnkbe beleállni akkor tudunk, tudatosítsuk még egyszer, hogyha a szerelmet, ezt a nagyon erős öröm és belső boldogságot aktiváljuk. Igen ám, de kijutni a dualitásból, kijutni azokból a körökből, amiből benne vagyunk, az nem könnyű. És ugye akkor tudunk kijutni ebből, hogyha a karmikus kapcsolatainkat lezárjuk, hogyha a karmikus kapcsolatainkra másként fogunk nézni. Ugye addig vannak karmikus kapcsolatok, csiki-csukik az életünkben, amíg nem ismerjük föl, hogy milyen karmakörökben vagyunk benne. Ezért javasolom mindig mindenkinek, hogy családfát rajzoljon, és figyelje meg, hogy ott milyen viselkedési minták vannak, illetve önmagát mindenképpen egy sokkal mélyebb megértésből szükséges vizsgálni, mégpedig úgy, hogy hol mondok én le magamról, mert ugye azt nem tudom aktiválni a teremtő energiát, mert lemondok magamról, mert valaki szépen néz, vagy mert éppen anyagi vagy erkölcsi hasznot remélek, vagy azért vagyok bele, mert érzem, hogy szeret, vagy érzem, hogy tart engem, és nem hiszem el, hogy ezzel is képes vagyok az életben megállni. Lehet, hogy az életemnek némely szegmensén egyedül tapasztalok, mondjuk anyagilag stabil vagyok egyedül, vagy párkapcsolaton belül magányt élek meg, bármi lehet, ami a te életedben jelen van, de biztos, hogy van egy olyan rész, amiben nem vagy még elég magabiztos és stabil, és valószínűleg azért nézed ezt a videót, és ebben az élet szakaszodban, és ebben az életednek azon részén, ahol most van ez az elakadás, ott kell változást generálni. Ha a kapcsolataidban van, akkor ott, ha az egészségedben, ha a pénzterületen, akkor ott kell változást generálni, és kijutni azokból a körökből, amikben benne vagy. Ugye karmikus forrásemlék tisztítás során gyakran kiderülnek, illetve családfarajzolásnál, hogy mondjuk én például egy példa, hogy lemondok önmagamról azért, hogy megfeleljek az édesanyámnak, mert az édesanyámnak úgy voltam jó kettős pont, hogyha én nem mondom ki a saját igazamat, vagy én nem vagyok önmagam. Ugye, aki volt már nálam egyéni konzultáción, és megmutattam neki, hogy milyen az eszenciája, az már el tud afelé indulni. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy hogyha én egy harcos vagyok, akinek ugye kard van a kezébe, akkor én tőlem ne várja senki azt, hogy én nagyon-nagyon kedves legyek. De lehet, hogy az édesanyám ezt szerette volna, hogyha én nagyon-nagyon kedves legyek. Hát most akkor nekem fel kell fedeznem, hogy én valójában nem önmagamat élek. Lehet, hogy még mindig anyukámnak vagy apukámnak szeretnék megfelelni, de hogy ez nem jó. Igen, és ha kard van a kezemben, akkor én egy olyan ember vagyok, aki határozottan halad a céljai felé, és nem feltétlen vagyok én egy ilyen szívecskés, rajzoló és mindenkinek megfelelő ember, és nincs is ezzel semmi gond, hogyha önazonos leszel. Most képzeld el, hogy mondjuk egy ilyen kard eszenciával, vagy ilyen hős eszenciával rendelkezik a Csernus Imre, és képzeld el, hogy a Csernus Imre kinek akar megfelelni? Senkinek, mert ő neki ez az alap természete. Vagy hogyha te mondjuk egy gyertyalángocska vagy, aki ugye másoknak utat mutat, akkor ne hidd el azt, hogy magadnak nem tudsz útmutatót adni, és te csak a mások útmutatására vagy alkalmas az életben, hiszen önmagadnak is tudsz utat mutatni. Tehát a belső erőt kell önmagunkból kinyerni. Ezért mindenki új tudatszintre kell kapcsolni. Át kell kapcsolni, lehet, hogy most egy kicsit ezt így erőteljesebben mondom, de szeretném, hogyha megértenétek, hogy tényleg át kell kapcsolni egy másik gondolati síkra, és azon kell kapnod magad, hogy mikben vagy, mikben voltál eddig, hogy milyen viselkedésekkel teremted valakivel újra és újra ugyanazokat a köröket. Most a kártyák, amit kaptunk, ebben nagyon sokat fognak segíteni nekünk. Például ugye az első kombináció az OH kártyából a játék lapja és egy kéz, ami megfog egy másikat.
Hát ez számomra azt jelenti, hogy játékosan haladok én az utamon, de nem nyúlok utánad. Tehát, hogyha te bedurcizol, vagy te nem vagy hajlandó tovább lépni és erőből mellettem állni, akkor én nem fogok magamról lemondani, és nem fogok azért kedves szavakat neked mondani, hogy megfeleljek neked. Ha van dolgunk egymással, akkor egymás mellett fogunk menni, de a legfontosabb az, hogy én önmagam legyek, egy játékos energiával legyek ugyan jelen az életben, de önmagam számára vagyok a legfontosabb, és nem az fog foglalkoztatni, hogy te most szeretsz engem, vagy nem szeretsz engem, nem nyúlok utánad, hanem a saját utamra figyelve azzal foglalkozok, hogy nekem mi a jó, és ezzel fogom elérni azt, hogy olyan emberek csatlakozzanak hozzám, akik szintén így gondolják az életet. Én egyébként ügyfeleimmel is szoktam emelkedni, ami annyit jelent, hogy megismerkedünk egy bizonyos gondolati szinten, és onnan van, hogy kísérem egy ideig, és utána én lépek előre egyet. És ott mindig az a kérdés, hogy utána fog-e lépni. Ezt most az utánam fog lépni, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy én utánam lép, hanem csak azt jelenti, hogy önmagában fölnevel egy olyan minőséget, ami erőből van mondjuk én mellettem, és ezt a minőséget, hogy valaki mellett erőből állok, és nem azt nézem, hogy ő most ellépett mellőlem, vagy már nem úgy ír vissza, ahogy korábban írt, akkor biztos, hogy nem szeret engem, stb. Stb. Mert akkor gondolj arra, hogy még mindig anyukától várod a szeretetet, de hogyha arra gondolsz, hogy én mondjuk biztos, hogy nem akarok neked rosszat, és biztos, hogy nem az a célom, hogy ne támogassalak, hanem pont az a célom, hogy rátalálj mellettem a saját erődre, mert hogy én is erősnek érzem magam, hiszen nagyon sok sebet kigyógyítottam magamból, és mindenkit erre ösztönzök a viselkedésemmel, hogy én lépek előre, ha erős vagy te, és el ne hidd magadnak, hogy az áldozatom vagy, vagy engem le kell győzni, vagy nem tudom, stb. Stb., hanem egyszerűen haladj mellettem, én ezt szeretném. És ez a játékosság is ebben nagyon sokat tud segíteni, hogyha emberekkel kapcsolódsz, vagy játékos vagy ugyan velük, tehát nem zárod ki az életedből. Ugye a kommunikációra nagyon figyelsz, hogy hogyan tudsz úgy kommunikálni, hogy ne bántsál meg senkit, de mégis egy ilyen játékos, és gyere, lépjünk előre, lépj te is velem körbe, hívd be a többieket. A második lap ugye a csalás, hát ez már mindenképp itt van, amiről beszéltem is eddig, hogy ugye amíg benne vagyunk ebbe a kisgyerek és anyukától várom a szeretetet, addig sajnos elhisszük olyan szavakra, olyan viselkedésekre is, amik hát nem fognak minket táplálni, és nem fognak minket előre vinni, hogy nekünk az jó lesz, és hát ilyen álomvilágban vagyunk még ilyenkor, és elhisszük, hogy a szép szavak vagy a cselekedetek, azok jók, és lehet, hogy olyan embereket, akik mondjuk erősek, és haladnak az útjukon, azokat viszont elítélünk, pedig ha jobban megnézed, akkor pont fordítva célszerű nézni, hiszen azok, akik mellett tudnál te is haladni, és ők nem várják azt, hogy az ő életükkel foglalkozzál, azt várják, hogy mellettük bonts ki te is a saját életedet. De a legtöbb ember, ugye mivel a dualitásban él, és nem keresi önmagát, ezért a másik embertől próbálja elszívni az élet energiát. És amikor te ki akarsz állni a sorból, akkor fogod igazán felfedezni, hogy hát ez a melletted lévő, akivel mondjuk 1, 2, 3, 4, 120 éve együtt vagy, nem keresi önmagát, és hogy egymásból élünk. De hogy én most ráállok arra az útra, amikor elkezdem magamat keresni, felfedezni, időt és energiát teszek bele, és hát most felfedezem, hogy bizony mennyi csalás van körülöttem, amit én ugyanúgy teremtettem, mint a másik, tehát benne voltam ebben a körben, de hogy előveszem a mentális erőmet, és igenis, hogy olyanokra fogok figyelni, akik haladnak az útjukon, és én is megyek velük, és mellettük, és haladok, és keresem önmagamat. A harmadik lap az egy olyan férfit mutat, aki, hát én úgy látom rajta, hogy örül. Örül annak, hogy él, hogy van, hogy létezik, és hogy
jelen pillanatban ez a legeslegfontosabb neki. Most valamire ezt kellett mondanom, ez jött ilyen csatornázott üzenetként, hogy erre a kártyára ezt mondjam. Mikor kihúztam, akkor még nem tudtam, hogy mit fogok rá mondani, de most jön arra, hogy ez a lap, ez arról szól, hogy önmagammal békében játékosan vagyok, és ha akarsz hozzám kapcsolódni, az nagyon jó, de nekem ez a legfontosabb, hogy én ezt az energiát tartsam magamban. A botok királya, ezt ugye húztam nektek a teremtő meditáció alkalmával is, ami ugye arról szól, hogy ez a botok királya, ott van a kezében a bot, ami ugye arra is enged következtetni, hogy újra és újra letűzi, és újra lép egyet. Ott van az oroszlán ott felül, ami az oroszlán erejével újra és újra megy előre, és rugalmasan halad tovább. Ez azt jelenti, hogy nem ragad bele a szokásos körökbe, hanem erővel lép egyet előre, és lehet, hogy megint kiderül, hogy egy kapcsolatról, hogy az csalás volt, lehet, hogy valaki nem úgy viselkedik, amire éppen én azt számítok, de minden helyzetet üzemanyagként fogok felfogni, és a korábbi viselkedési mintáim helyett, ahol én áldozat vagyok, vagy lemondok magamról, azzal fogok foglalkozni, bennem milyen energiák vannak, és mire akar nevelni az univerzum. Leginkább arra szeretne mindannyiunkat nevelni, hogy senki és semmi ne számítson. De tényleg se az anyukánk, se a gyerekünk, se a párunk, se a pénz, senki és semmi ne számítson. Erre szeretne ránevelni az univerzum, hogy belülről jöjjön egy olyan belső öröm és játékosság, amivel én tudom, hogy újra és újra tudok lépni. Lehet, hogy kívül még nem az látszik az életemben, de nem baj, mert én ezt a belső örömöt létrehoztam, és ez mindig ott van bennem, kívül vannak nehézségek, de megyek, teszem és csinálom. Vagyok olyan rugalmas, mint a botok királya, és megyek és csinálom, és tudom, hogy nagyon sok csalás volt és van körülöttem. Ezeket mind ledolgozom, ezeket a karmikus kapcsolatokat, és egyre jobban emelem a rezgésemet, és megyek előre, és haladok előre. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel az útmutatóval, és kívánok nektek jó munkát, belső erő, mentális erő, új nézőpont, és új cselekedetek, és önmagad felé fordulás. Neked mi a jó, téged mi az, ami motivál, neked mi a belső célod, mi az, ami felé szeretnél haladni, hogyan lehet elérnem azt a célt, ami felé szeretnék haladni. E felé gondolataidat e felé teremtsd, és rugalmasan, játékosan előre, nem utána nyúlva mások után, hanem csak a saját életedre figyelni, nem azon gondolkodni, hogy másnak mit írja, hogy írja, hanem a saját életemre figyelni. Akkor is, ha most még nehéz, de menni, csinálni, tenni. Ehhez kívánok jó munkát, kitartást, szorgalmat, és legyen nagyon csodás napotok. Minden jót, sziasztok!